Jó reggelt mindenkinek! Képzeljétek el, hogy most keltem másodjára, hogy áll a hajam. És hát már amúgy el kellett volna indulnunk, mert ma megyünk anyáékhoz, és ugye anyáék ez egy kicsit messze lehetnek, 100 kilométerre tőlünk, és el szeretünk volna indulni legkésőbb 9-kor. Most 3:40 van, és még így vagyok. Egyszerűen muszáj volt visszaludnom, nem bírtam, nagyon kevésbé aludtam az éjszaka. Úgyhogy visszaludtam, és most, hát most gyorsan el kell kezdenem készülődni. Fogalmam sincs, hogy amúgy mit fogunk csinálni, mert én szeretnék menni a Színszébe, mert Dunaújvárosba múlt héten csütörtökön nyitott a Színszély, és nagyon nagy. Aki a környékén lakik, az már tudhatja, vagy így tudja, vagy ha nem, akkor most mondom, hogy a Skálának a régi helyén van, és elég nagy az épület, és nagyon nagy a Színszély, és rengeteg babacuc is van tényleg. Én eddig bármelyik Színszélyben voltam, nem volt babacuc, de ott van. És ezért szeretnék menni, megnézni, körülnézni, hogy mennyiért, meg mik vannak, meg ilyenek. Szóval azért is megyünk, hát most nem össze kéne magam szednem és felöltöznöm, illetve az egyik kismama ruhába megyek, amit tegnap előtt rendeltem meg. Úgyhogy most készülődök és indulunk. Meg kell mutatnom, hogy 16 éves korom óta ide jártam bulizni a Retro 2-es Voltvadkertre, ami már sajnos bezárt, de annyira szerettem ezt akkor. És most egy Lidl nyílt ide, ahova bementünk, hogy gyors vásárolni, vettem epre természetesen, mert az eper nem maradhat el most. Sajnos most ez van. És természetesen indulás előtt a mosdó sem maradhat ki, úgyhogy oda gyors elmentem, mert ez is nagyon-nagyon fontos dolog. Itt éppen eszegettem a kis sajtosodomat, ezt mutattam meg, illetve vettünk hozzá kakaót, és ez volt a reggeli, a kakaó és a sajtosrúd. Anya ebédje a legfinomabb egyébként, vagyis hát nem csak az ebédje, hanem minden étel, amit főz. Úgyhogy itt látható a süti is, az ebéd után a gófli is, és ugye hát az epret is elkezdtem eszegetni, mert az nagyon kellett. Az eprem kell, igaz? Először a Lidlben kezdtünk, mert anya szeretett volna venni egy összecsukható ilyen utazóágyat, amit majd ő Ábel fog használni, amikor jövünk hozzájuk, hogy lehessen mibe altatni. Egyébként nagyon durván fújt a szél, de itt már mentünk a régi Skálába, a Színszélybe. Nemrég nyitott, úgyhogy még fel volt díszítve, volt tök sok lufi. Nagyon sokféle táska volt, rengeteg ilyen női sportosabb, illetve elegáns ruhák is. Úgyhogy azért elég nagy a választék, és szerintem tök szépek ezek a kabátok is. Itt a rengeteg baba és gyerekcucc, itt meg a rengeteg babaruha. Egyébként én egyet se találtam, ami nekem annyira nagyon tetszett volna, mert én kimondottan az újszülött fotózásra, amikor még a kórházban csinálnak róla képet, arra keresek ruhát, és nem volt egyik sem megfelelő. Úgyhogy valahogy semmit nem vettünk a Színszélybe, nem annyira tetszett semmi, de itt egy mosdószünetet be kellett iktatni, a Spárba ezért be kellett jönni, mert már nagyon kellett, úgyhogy ez kihagyhatatlan volt. Itt viszont már Ádámmal indultunk haza, mert eléggé később volt, és már kezdett sötétedni, és itt a gyönyörű naplemente látható a visszapillantóba. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a színeket, amikor így az égen ezeket látjuk. Hosszú utált előttünk, mert több időbe is be kellett mennünk, mert a Dunaújvárosiban nem kaptunk, amit szerettünk volna. Itt meglátható a rengeteg sztorizgatás, amit Ádámmal szoktunk, megbeszéljük ilyenkor így a hetet, ami éppen kimaradt délutánonként, meg így minden, ami így eszünkbe jut, mert azért nem minden jut mindig eszünkbe, úgy konkrétan az nap, ami történik, és akkor, ha ilyen hosszabb úton vagyunk, akkor mindig meg szoktuk beszélni, ami eszünkbe jut, vagy nem tudom, így feljönnek témákba, és akkor így jó elbeszélgetünk, meg jó szórakozunk. Itt meg megérkeztünk az első időbe Soltra.
és végül a Kiskunhalasiba kaptunk, pedig a Vadkertibe is bementünk előtte. Szerintem látszik a fejemen, hogy mennyire elfáradtam. Ma nagyon elfáradtam, borzasztó hosszúnak éreztem ezt a napot, így, hogy egész nap úton voltunk, mentünk, boltról boltra jártunk. Egyébként 4 Lidl-ben is voltunk ma, mert utazóágyat kergettünk, mert akciós volt, és a Dunajvárosiban nem volt, a Soltiban nem volt, a Soltvadkertiben nem volt, és végül itt a Kiskunhalasiba találtunk, de az már az utolsó volt, mert ugye onnan jöttünk visszafele. A szinszény nekem egy kicsit, nem tudom, nem annyira jött be, semmit nem tudtam venni. Igazából ez csak Adamnak is jó, mert nekem is most már nem költöttem pénzt. Nagyon sok minden van, nagyon nagy a választék, de semmi sem fogott meg. Kismama cuccok nincsenek, baba cuccok, hát ruhák nagyon sokak vannak, de az most van, úgyhogy most az nem kellett. De viszont ilyen mindenféle más babacucc, ez meg nem nagyon van. Úgyhogy ez most nem annyira jött be. Az biztos, hogy megyek aludni, és nagyon gyorsan el fogok aludni. Jó éjszakát! Mi van te? Ma már vasárnap van, most Ádám csinálja a láncfűrészt, mert nem jó, mert 2 olyan van, amit így felújít, és akkor az egyik most nincs is nálunk, a másik meg most még nem jó, úgyhogy az eheti amit mondtam, hogy favágás lesz, meg a szőlőnek a kiszedése, meg ilyenek, az nem történt így meg, és nem is fog ezen a hétvégén, mert nem úgy alakult, ahogyan terveztük, és ugye a láncfűrése jó, úgyhogy most Adam azt csinálja, hogy lehessen használni, és akkor vagy a jövő hét hétvégén, vagy a jövő hét utáni hétvégén csináljuk ezt meg, vagy így kezdjük el szerintem, és a csemetéket is meg szeretném venni. Aztán, hát amúgy néztem már, mert itt Balatoszálláson van egy ilyen, aki ilyen kertész, és ilyen kertészetes dolgokat árul, ugye csemetéket is, és akkor tőle szeretnénk venni. Amúgy fogalmam sincs, hogy mennyibe kerülnek, úgyhogy ez attól függ az árától, hogy mennyit fogunk egyelőre erre az évre megvenni, mert minimum mindenből első körben szeretnénk egy fát, ilyen gondolok itt almára, barackra, meg körtére, mert ugye cseresznénk, az van 2 is, és az nagyon jó, annak nagyon jó a termése, és mindig nagyon finom, és nincs is ilyen rossz állapotban, mint a többi, úgyhogy azt nem fogjuk kivágni, meg van megy is, azok még ilyen kisebbek, úgyhogy ilyen fákat kell egyelőre vennünk, úgyhogy még kiderül, hogy mennyit fogunk venni, de mindenből szeretnék minimum 2 amúgy, de hogyha nagyon-nagyon drága, akkor csak egyet szeretnék így ebben az évben mindenből, meg még azt se tudjuk, hogy hova ültessük, mert ide később majd szeretnénk ide le egy ilyen, hát ilyen játszótér féleséget majd a Ábelnek. Szóval, hogy ma így szeretnénk neki csinálni egy ilyen kisebb helyet, meg itt ezt így elrendezni, hogy itt majd tudjon játszani. Ugye így a kert mellett, hogy amikor majd én itt kertészkedek tavasszal, nyáron, meg minden, akkor ő itt majd el legyen, amikor már nagyobb. Úgyhogy most ilyen tervek vannak. Most megyek be főzni. Ma délelőtt sokáig fájt a fejem, most így kora délutánra elmúlt, úgyhogy most fogok nekiállni főzni. De egyébként későn is reggeliztünk, úgyhogy most még így jó is lesz. Csirkepörköltet fogok főzni, mert már egy ideje azt szeretnék enni, úgyhogy Ádám is azt mondta, hogy az neki nagyon jó lesz. Úgyhogy csirkepörkölt lesz most az ebéd, vagyis hát ebéd, hát inkább már ilyen uzsonna lesz belőle így ez miatt. Most már hál' Istennek jobb a fejem. A terhesség során elég sokszor fáj a fejem, de nem migrénes most már, hanem csak ilyen fejfájás, de amúgy nem is csodálom, mert tényleg nagyon durva az időjárás változás, és
van, amikor tök nagy szél van, van, amikor semmi, hirtelen tizenvalány fok lesz, aztán meg mínusz, meg esik a hó, meg mit tudom én, szóval, hogy tényleg nagyon-nagyon durva az időjárás változás, és ezt ugyanúgy nem bírom most sem, és akkor ilyen állandó fejfájással jelentkezik, de még mindig jobb, mint a migrén. A következő videó az biztos, hogy a második trimesterről szóló videó lesz, szerintem, vagyis hát úgy tervezem, mert most olyan nagyon nagy dolgok nem fognak történni, szóval napi vlogot sem nagyon fogok tudni készíteni, illetve minimum egy vagy két hét, mire neki fogunk állni a kertnek, meg így az udvarrendezésnek, meg mindennek, mert legkorábban is csak jövő hétvégé, és mire azt így megcsinálom, meg minden, úgyhogy szerintem a második trimeszteres videó lesz a következő videó. Borzasztóan sok minden történt a második trimeszterben, nagyon sok stressz volt, és nagyon sok aggodalom, és nagyon sokat is sírtam. Mármint, hogy volt egy időszak, amikor nem tudtuk, hogy most akkor mi van, és akkor több napon keresztül sírtam, de hál' Istennek ez megoldódott, úgyhogy az ilyen hosszabb lesz a második trimeszterről szóló beszámolom, mert ugye ott a genetikai vizsgálatok mindenek ott voltak, és akkor azokat szeretném így elmesélni, és fogom elmesélni. Hát igazából most ugye vasárnap van, másnap, ugye ez egy hétvégi vlog lesz így, jövő héten lépünk a harmadik trimeszterbe, úgyhogy nem sokára hozom a második trimeszteres videót. Meg az összes többit, és hamarosan elég sok tartalom lesz a kert, meg az udvar, meg a minden rendezés miatt. Meg nem sokára most már érkezik a kisbabánk is. Illetve nekem nem csak így itt lett egy ilyen kisebb közösségem így kialakítva így a YouTube miatt, hanem van egy ilyen közösségem, egy hasonlóan kisebb közösségem így Instagramon, ami hasonló a most is a babás témákról szól, mert mindenkit inkább az érdekel, illetve a TikTokom is így a baba témáról szól, mert nagyon sok mindenkit ez érdekel. Ezen kívül van egy csoportom, ami azért készült, hogy az ilyen hát magányos vagy nem tudom, nőknek, anyukáknak legyen így egyszerűbb legyen barátot vagy beszélgetőtársat találni. Szóval ennek a csoportnak Legyünk barátnők az ország bármely pontjáról a neve, és most már több mint 2000-en vagyunk ebben a csoportban, és nagyon-nagyon sokan beszélgetünk. Most márciusra van szervezve egy ilyen házi buli Baja mellett, és oda megyünk többen. Mondjuk, ugye én úgy nem fogok bulizni, meg nagyon nem is leszek ott egész éjszaka, amikorán el fogunk jönni, meg ugye nem is fogok inni, de azért, ha már így az én csoportom, én csináltam, akkor elmegyek, illetve szervezek egy kirándulást is. Az még nincs meg pontosan, hogy hol, vagyis itt a fejemben megvan, de még nem beszéltem senkivel, és nem mondtam senkinek. Majd ezt most fogom megszervezni, úgyhogy ilyen több ilyen találkozó lesz, és a későbbiek folyamán így több helyen is szeretnék ilyen találkozókat. Úgyhogy ott is van egy ilyen kis kiépített közösség, és nagyon sokan találkozunk és beszélgetünk, és nagyon sokan találtak maguknak már barátnőt, és én is nagyon részt veszek ezekben a beszélgetésekben, a csoportbeszélgetésekben, és minden ilyen találkozón így, ahogy tudok, meg ahogy alakul, részt szeretnék venni. Nyilván már így a szülés előtt pár héttel nem fogok, hogyha úgy alakul, meg a szülés után sem, egy ideig, de a későbbiek folyamán ugyanúgy szeretnék majd ilyen ezeken a találkozókon részt venni, és megszervezni, és ilyen tök jó dolgokat kitalálni. Akár csak ilyen kirándulásokat, bulikat, vagy nem is tudom, ilyen programokat, ilyen családi programokat, mert szerintem az is fontos, hogy a gyerekek is ott lehessenek, vagy éppen az apukák is, ez attól függ, szóval, hogy mindig lesznek olyan programok, ahol csak minők, ahol minők gyerekekkel, vagy így az egész család, ilyen családi programok is, szóval, hogy mindenki megtalálja a megfelelőt, és mindenkinek így jó legyen, és ne csak így egy adott társaságnak legyen ez jó. Úgyhogy most ezek is tervem vannak, mindig valamivel foglalkozom, és szerintem ezért így a legközelebb videó az a másik trimeszteres lesz, de szerintem majd fogok beszámolni erről a barátnős csoportos találkozókról is, meg az ilyenekről is, de csak akkor, hogyha érdekelt titeket. Szóval írjátok meg kommentben, hogyha érdekelt titeket ez, és hogyha szeretnétek, akkor lépjetek be ti is ebbe a csoportba, és akkor láthatjátok az eseményeket, hogy hol lesz, és mi lesz, és hogy lesz szervezve, mikor, és akkor hát ugye tudunk találkozni, így mindenki
mindenkivel így tudunk találkozni csoportosan, és akkor lehet, hogy tök sok nővel sikerül ilyen szorosabb barátságot kötni. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek ezt a hétvégi vlogot. Legyen szép napotok, sziasztok!